Köszöntöm Önöket! Újabb intézkedéseket hozott a koronavírus miatt tegnapi ülésén a Maros megyei tanács. Korábban aláírt együttműködési szerződésektől eltekintenek, és az összegeket átcsoportosítják az egészségügyi intézmények számára. A részletekről Péter Ferencet, az önkormányzat elnökét kérdezem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok Önöknek is! Amint kérdezte, valóban a tegnap egy tanácsülést tartottunk, amelyben eldöntöttük, hogy azokat az együttműködési szerződéseket, amelyek kulturális és sportprogramokat finanszíroztak volna, azokat visszavonjuk. Úgy gondolom, hogy ebben az időszakban amúgy sem lehet rendezvényeket tartani, ahol nagyon sokan összegyűlnek, és értelmetlen lenne, hogy most azokat az összegeket blokkoljuk, amelyekkel különböző rendezvényeket finanszíroztunk volna. Nem azért vonjuk vissza, mert nem támogatjuk ezeket a kulturális vagy sportrendezvényeket, hanem azért, mert most fontosabb összpontosítani a vírusfertőzésre, és fontosabb azoknak az intézményeknek segítséget nyújtani, akik nagyon fontos szerepet kapnak a koronavírus fertőzés visszaszorításában, és ezt úgy döntöttünk, hogy minden olyan szerződést, amely nem volt eddig megkötve, tehát összesen csak 3 darab volt megkötve, ami március elején volt megszervezve, azon kívül visszavonjuk ezeket az összegeket, és olyan intézményeknek adjuk, ahogy mondtam, mint a Megyei Klinikai Kórház, a Dicsőszentmártoni Kórház, a Gyerekjogvédelmi és a Szociális Igazgatóság, és ugyanakkor pedig a Hória Katasztrófavédelmi Alakulatnak is különböző eszközök, felszerelések megvásárlására, amellyel a mentőket tudják fertőtleníteni. Összesen és ugyanakkor összeg pedig szabadul föl? Ugye két kategóriája van ezeknek az tehát léteznek az együttműködési szerződések, és léteznek azok a pályázatok, amelyeket meghirdettek különböző kategóriákra osztva. Ebből az 5 pályázati típusból egyet tartanak meg a szociális intézmények számára, a további 4-et sport, ifjúsági, kulturális és egyházi pályázatoknak szánt összegeket átcsoportosítják. Összesen mekkora összegről van szó, amely felszabadul így? Igen, hát itt több mint 4 millió lejről van szó, amiről beszéltünk az előbb, ugyanakkor pedig a nem visszatérítendő hiteleknél, amelyeket különböző egyesületek vagy egyházak pályázhattak meg, ott pedig egy 1,6 millió lejes összegről van szó. Ott viszont azért azt meg kell, hogy említsük, hogy megtartottuk pontosan azokat a pályázati lehetőségeket, ahol olyan egyesületek pályázhattak, akik kimondottan az otthoni beteggondozásra vagy különböző szociális szolgáltatásokra pályázhattak. Tudjuk, hogy erre most nagyon nagy szükség van, és fontos szerepük van ezeknek az egyesületeknek, tehát ezt megtartottuk. Továbbra is lehet pályázni ezeknek az egyesületeknek. Itt, amit meg szeretnék említeni, hogy a történelmi egyházainkkal felvettük a kapcsolatot, és próbáltunk, tehát beszéltünk velük ebben a kérdésben, ők felajánlották, hogy igenis ők is azt szeretnék, hogy ezeket az összegeket fordítsuk most inkább az egészségügyi intézményekre, ezért köszönet a történelmi egyházaink képviselőinek, és úgy gondolom, hogy most mindannyiunk számára az a legfontosabb, hogy ezek az egészségügyi intézmények minél több forráshoz jussanak, hogy ne legyen hiány semmiből, és itt azért úgy zárójelbe tenném, és elmondanám azt, hogy ezeknek az intézményeknek, főleg az egészségügyi intézményeknek megvolt a saját költségükben bizonyos összegek elkülönítve, akár a fertőtlenítőszerekre, akár eszközökre, akár pedig védőruhákra, viszont ahogy megszaporodtak ezek az esetek, azok az összegek nem elegendőek, egyre nagyobb szükség van mindenféle olyan fogyó anyagra, meg eszközre, amelyet használnak, ezért nagyon fontos számunkra, hogy minél több pénzt, minél több forrást tudjunk biztosítani nekik, hogy úgy az egészségügyi dolgozók biztonságban legyenek, mint pedig a beutalt betegek.
A tegnapi tanácsülésen még 1,9 millió lejről döntöttek, említette, hogy mely intézmények kapták ezeket meg. Ezen kívül fogják megkapni majd, ezen kívül lesz átcsoportosítva a már említett Igen. 4 millió lej? Mire lesz ez Igen, elég? igen, Hogyan természetesen. számolnak a következő időszakra? Akár hogyha nézzük az olaszországi vagy más országok tapasztalatát, hogy látják, mekkora megterhelést fog jelenteni a járvány a megyei önkormányzat költségvetésének akár? Tehát egész biztos, hogy nagy megterhelés lesz, ezt előrelátni nem lehet, amint látjuk azt, hogy akár a más országokban, ahogy növekszenek a számok, úgy hozzák az intézkedéseket, ezt láttuk, hogy nálunk is, tehát Romániában is úgy hozták az intézkedéseket, ahogy különböző szinteket elérte a koronavírus fertőzés. Ugyanez lesz a megye szinten is, ahogy különböző szintekre kerülünk, úgy fogjuk meghozni a megfelelő intézkedéseket. Számunkra pedig az a fontos, hogy mindig a megfelelő intézkedés hozzuk, attól függően, hogy mekkora lesz a terhelés az egészségügyi rendszerre. Én nagyon remélem, hogy mindazok, akik ma is hallgatnak vagy néznek, betartják azokat az óvintézkedéseket, amelyeket a hatóságok hoztak, és ezáltal nem lesznek hullámok ebben a fertőzésben, mert azokban az esetekben, hogyha hirtelen exponenciálisan nagyot nő a fertőzöttek száma, nagyon nehéz helyzetbe kerülhetnek az egészségügyi intézmények. Tehát itt minden attól függ, hogy mennyire tudjuk elhúzni ezt a járványt, és hogy ne egyszerre hullámokban érkezzenek a fertőzöttek, hanem csak olyan méretben, amelyet az egészségügyi rendszerünk el tud viselni. És menet közben hozzuk meg mi is a megfelelő döntéseket, amelyek szükségesek azért, hogy biztosítsunk minden, ami szükséges az egészségügyi intézeteinknek. Múlt heti adásunkban ön utalt arra, hogy a Maros megyei önkormányzat 20 lélegeztető gép megvásárlását kezdeményezte. Hogyan áll ez a folyamat jelen pillanatban? Igen, hát itt a most elsősorban nem is a pénz kérdése, hanem az, hogy legyen a készleten gép, és legyen a készleten ugyanúgy, tehát intenzív terápiás ágyakról is szó volt, pedig monitorizáló berendezésekről. Itt kormány szinten vannak előrelépések, tárgyalások azért, hogy minél több ilyen eszköz érkezzen az országban, és ezeket keresi ebben a pillanatban a megyei klinikai kórház is, hogy legyen ahonnan megvásárolni, most pillanatnyilag a legnagyobb gond az, hogy legyenek gépek ebben a pillanatban, amit láthatták a hírekből, nem csak Románia, vagy nem csak Maros megye, hanem egész Európa, az egész világ azzal küzd, hogy legyen elegendő lélegeztető felszerelés, legyen elegendő ágy, meg legyen egy elegendő orvosi eszköz. Tehát ebben a pillanatban, amikor ez most már egy ilyen méretű járvány lett, akkor a legfontosabb most az, hogy legyen is, tehát mi biztosítottuk az anyagi feltételeket, a megyei kórház ebben a pillanatban elkezdte a folyamatot, amelynek alapján megvásárolhatják ezeket a gépeket, csak még nem találtak a piacon ilyen eszközöket, amit meg tudjanak vásárolni. Itt már kormány szinten tárgyalnak, és kormány szinten próbálják végigvinni ezt az ügyet, hogy minél hamarabb megjöjjenek ezek a gépek. Egyébként a megyei önkormányzat is, nem csak említette itt a kormányt is, milyen lefutásról beszél, mire készülnek? Azért is kérdem ezt, mert szintén kormányzati szerep kapcsán fontos megemlíteni, hogy önök a Maros megyei, Marosvásárhelyi Fertőzőklinikának egy új szárnyát, tehát kibővítenék egy új szárnyal. Ez a lépés egy fontos lépés, de tény és való, hogy ha a legoptimistább számításokat is vesszük, ez az épületrész, ez pár hónapot igénybe fog venni, amíg felépül. Így van, tehát pillanatnyilag ezt kiszámítani pontosan még senki sem tudta, viszont a szakemberek szerint több hulláma is lesz, tehát több mint valószínű, hogyha betartjuk azokat a szabályokat, és azokat az irányelveket, amelyeket a hatóságok megszabtak, akkor is itt hónapokról van szó, amíg teljesen lejár ez a járvány. Tehát mi is úgy készülünk azért, hogy
legyenek meg a lehetőségek, és ettől függetlenül pedig azért az elkövetkező időszakra úgy gondolom, hogy Maros megyének, amikor egyetlen egy fertőző kórháza van, oda szükséges egy intenzív terápiás részleg, és megteszünk mindent, hogy ezt az intenzív terápiás részleget tudjuk megépíteni, attól függetlenül, hogy most milyen stádiumban vagy milyen fázisban lesz pontosan a járvány Maros megyében vagy az egész országban. Hogyha mondaná egy pár szót erről a projektről, ugye, ha jól tudom, akkor ezzel kapcsolatosan is az első lépéseket az elmúlt napokban tették meg. Így van, tehát ebben a pillanatban dolgoztak a tervezők arról a megvalósíthatósági tanulmányról, amelyet előkészítettünk. Elő van készítve a minisztériumok fele a levél is, amelyben megkérjük a támogatást részükről is, úgy az egészségügyi, mind a fejlesztési minisztérium részéről. Megbeszéltük ezt a kormány helyi képviselőjével is, a prefektussal is, és remélem, hogy összefogással ezt minél hamarabb el tudjuk indítani. Itt még van egy olyan kérdés, hogy ebben a pillanatban a közbeszerzést nincsen, tehát a közbeszerzésnél nincs kivétel az építkezésnél a járvány miatt, tehát be kell tartani a szabályokat, tehát ezt is kérjük a kormánytól, hogy próbálják megoldani egy sürgősségi kormányrendelettel esetleg, hogy hát ha meg tudjuk egy gyorsabb módszerrel ezt a versenyt hirdetni, és minél hamarabb meglegyen a nyertes cég, aki neki tud fogni építkezni. Itten van egy néhány olyan adminisztratív kérdés is, aminek utána kell járni, viszont mi megteszünk mindent azért, hogy ez minél rövidebb legyen, hogy minél hamarabb meglegyenek a megfelelő válaszok, és minél hamarabb neki tudjunk fogni ennek az épületnek. És ez az épület, hogyha jól tudom, akkor úgy lett megtervezve, hogy lehető leggyorsabban olyan anyagokból készüljön, tehát hogy a lehető leggyorsabban fel lehessen építeni. Hány beteg számára biztosít majd helyet? Így van, ezt kértük a tervezőktől, hogy mivel itt az idő a legnagyobb ellenségünk, hogy olyan tervet készítsenek, ők olyan anyagokat választottak legalábbis az elmondásuk szerint, amivel a leggyorsabban pillanatnyilag fel lehet építeni egy ilyen egységet, és ez 33 intenzív terápiás ágyról lenne szó, és emellett pedig a teljes körforgás, ami azt jelenti, hogy a betegnek a beviteléhez pedig a különböző kisebb intervenciókra minden, ami szükséges, akár az öltözők, a mosdók, tehát minden, ami hozzá tartozik, de intenzív terápiás ágy 33 lenne ebben a pillanatban, ebben az egységben. Lehet-e azt tudni, hogy mikor készülhet el legoptimistább számítások szerint ez az új szárnya az épületnek? Nem tudok erre pontos választ mondani, sajnos ezt csak akkor tudjuk pontosan megmondani, amikor már megvan a nyertes cég, és fel tudja vállalni, hogy mennyi idő alatt tudja beszerezni az építkezéshez szükséges anyagokat, és mennyi idő alatt tudja felvállalni ezt az építkezést. Én remélem, hogy hamarosan visszatérhetünk, és pontos válaszunk lesz, hogy mikorra lehet ezt elkészíteni. Mi megteszünk mindent, hogy ez minél rövidebb időt vegyen fel, és ezért próbáljuk megtenni a megfelelő lépéseket úgy kormány szinten, mint pedig helyi szinten. A kormánynak milyen szerepvállalása van ebben a kérdésben? Tehát említette, hogy minisztériumok támogatását kérték, ez anyagi támogatást jelent? Milyen... Anyagi támogatást is jelent természetes, de emellett pedig jóváhagyásokra is szükség van. Azért egy egészségügyi rendszerben jóváhagyásokról is szükség van, és ugyanakkor pedig kértük az anyagi támogatást is a kormány részről, hogy segítsenek azért, hogy minél hamarabb ezt be tudjuk fejezni. Térjünk át más aktuális kérdésekre. Ugye említette már, hogy milyen átcsoportosításokat szavazott meg az önkormányzat a tegnapi ülésén, de ezen kívül arról is tudunk, hogy civil szervezetekkel, szociális szervezetekkel együttműködve, akár a Vöröskereszttel együttműködve új programokban vesznek részt. Mikről van konkrétan szó? Igen, tehát jóvá hagytunk a tegnap egy... szintén egy együttműködési szerződést, amit több Maros-megyei egyesület hozott létre, és a megyei önkormányzat, és itt is egy jelentősebb összeget szavaztunk meg, azért, hogy azok az egyesületek, akik kimondottan az időseket és a rászorulókat próbálják segíteni, legyen lehetőségük, hogy ezeket a rászoruló személyeket
ellássák mindazzal, amire szükségük van a mindennapi életben. Itt beszélgetünk 65 év fölötti személyekről, akiknek esetleg szüksége van egy orvosi receptre, vagy szüksége van gyógyszerre, vagy akár alapvető élelmiszeri termékekre, és azokat a Maros-megyei egyesületeket próbáltuk segíteni, akik ebben a kérdésben nagyon fontos szerepet töltenek be. Utolsó kérdésként, hogy látja, melyek a következő időszaknak a legnagyobb kihívásai, mikkel áll szemben, néz szemben a megyei önkormányzat, de nem csak minden intézmény az országban, a megyében? Hát szerintem itt a legfontosabb, amiről beszéltem az előbb is, hogy olyan hullámokban érkezzenek ezek a fertőzések, hogy az egészségügyi rendszer tudja elbírni. Az a legfontosabb számunkra, hogy pillanatnyilag az az orvoskapacitás, tehát az egészségügyi személyzeti kapacitás, meg az a felszerelés kapacitás, amivel rendelkezik az egészségügyi rendszer, el tudja viselni ezeket a hullámokat, ezért kell betartani ezeket a szabályokat, amiről ugye már többször említést tettünk. A legnagyobb kihívásunk számunkra pedig az, hogy ebben a pillanatban tényleg tartsunk ki az egészségügyben dolgozók mellett, tegyünk meg mindent azért, hogy fel tudják venni ezt a hatalmas harcot, amellyel pillanatnyilag az egész társadalom küzd. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy itt volt velünk. Én köszönöm a lehetőséget, és ebben a pillanatban is csak annyit mondhatok, hogy vigyázzunk egymásra. Köszönöm a lehetőséget. Így van, kedves nézőink, ezt tudjuk mi is innen mondani. Megköszönjük önöknek is a figyelmüket, és vigyázzanak egymásra, vigyázzanak magukra, és jövő héten ismét találkozunk egy következő ügyfélórára, addig is viszontlátásra.